szinte egy üres szoba és egy konok kép. Akkor ott van legalább a teremtés fele, hogy Petőfit idézzem. Nagyon mélyen felzaklatnak és feltöltenek. Kedves Tamás, köszönöm szépen. Nagyon tetszett a tér, mert alkalmam volt most jelenleg nagy képeket is bemutatni, ami lényeges része a munkásságomnak, ami az elmúlt időkben történt. Teremtett világ, ez egy kicsit összegezése mindannak a, hogy mondjam, hát útnak, ami velem tulajdonképpen a 60-as évek végén indult el, ami elindult egy bizonyos apollonisztikus rend felé, egy szerkesztett, megkonstruált világ irányába. Konok Tamás, a nemzetművésze, az elmúlt évekbeli alkotásaiból bocsátotta a rendelkezésünkre párat. Önök tudják, hogy ez csak egy kis szelet, egy hatalmas nagy életműben. Az a koncepciónk, hogy minden évben egy jeles, kiváló magyar művésznek, képzőművésznek valamilyen életszakaszát bemutassuk, és hát ezt Konok Tamással kezdjük. Azt hiszem, hogy nehéz lett volna jobbat választani. Itt van több munkám kiállítva, ami ezekkel az áramkörökkel, hálózatokkal, kapcsolatokkal, sőt, munkák, ami én úgy érzem, hogy ez most a levegőben van. Mindaz, amit naponta használunk, a mobiltelefon, különböző elektronikus dolgok, ezek tulajdonképpen ezek az áramkörök, amik felfedezhetők ilyen ugye rajzokban is. Én úgy érzem, hogy ebbe is megtaláltam valamit a vonalnak és a formának egy kapcsolatrendszere. Jó magam is, hogy eredetileg zenésznek indultam, aztán később fordultam a képzőművészet felé. Én úgy iratkoztam be, fölvételiztem a képzőművészeti főiskolára, ha nem sikerül, akkor legfeljebb maradok a konzervatóriumban. Hát elsőre sikerült. Ez valahogy, hogy mondjam, a művészi szévállás, ez nem sorskérdés, ez végzet. Érti? A sorssal még lehet valamit alkudozni, a végzettel nem. Ez így alakult. Sokszor volt életemben olyan pillanat, hogy például ugye nem vettek fel rajztanárnak, hála Istennek. Ha most, mert rossz származású vagy mi voltam, ez volt 52-ben. Mondta a főtitkár a főiskola, amíg népi demokrácia van, Konok elvtárs nem taníthat. Rengeteg kiállítás közül van-e egy, ami különösen emlékezetes? Nézze, mindig a legutolsó. Mert én nagyon örültem, amikor Szepesédi eljött hozzám, és kijöttünk, és láttam, hogy milyen érdekes szép tér. Ez a Hédi remekül megrendezte a kiállítást, és mondhatom nagy örömmel, az embernek a saját munkáit is egy idő után látni kell, egy más környezetben, egy más millióben. Mit látok, ha Konok Tamás képeire ránézek, előttük megállok? Én nem képet látok. Illetve mielőtt ez bármilyen módon is félreérthető lenne, pontosítanék. Én nem egy képet látok. Vagyis nem kétdimenziós képet látok, hanem a kép mögötti háromdimenziós, vagy ki tudja hány dimenziós valóságot látom. Ami természetesen lehet a jelen, és lehet a múlt, és lehet a jövő, vagy minden egyszerre. Fájdalmakat látok, szenvedélyeket látok, és ez a látás a szemem után valahogy teljes valóságában átjár. És már nem a szememmel látok, hanem mindenemmel látok. Számomra Tamás képei valahogy olyanok, mintha egy igazán magasra és a tudásban, akár nem csak az emberi tudásban, nagyon messzire jutott zenmester, kőből kifaragott, minden sallangtól mentes, a végső, igazi tudást szavakba rejtő imái vagy üzenetei lennének. Nem akarja megértetni az élet lényegét, csak megmutatja az élet lényegét.
ami szép, és ami fontos, és ami minden fájdalma és nehézsége ellenére is végtelen, és soha nem múló csoda. Én dadogok, amikor ezekről a képekről beszélek, Konok Tamás nem dadog, mert nem engedi meg magának a dadogást, mert addig nem beszél, amíg nincsenek meg azok a szavak, pont azok a szavak, azok a rövid, tömör, szinte soha véget nem érő jelentéssel bíró mondatok, amiket ő szeretne kimondani, hogy azt mondja el, amit valóban el szeretne mondani.